Hallgassátok meg Isten igéjét, hogy az Mózes első könyvének első fejezetéből a 26. verstől olvasom az ember teremtéséről. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágon, az összes vadállon és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette őket, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Majd ezt mondta Isten: nektek adok minden makkozó növényt az egész földszínén, minden fát, amelynek makkozó gyümölcse van, legyen mindez a ti eleveletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eleveletet adok minden zöld növénynek. Úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Gyertek most csinálni. Szeretnék neked megköszönni, édesatyánk, hogy ezt a ritkán olvasott igét, mégis amit jól ismerünk, helyezed ma a szívünkre. Szeretnék neked megköszönni ezt a teremtett világot, amelyben bennünket is elhelyeztél. Sokszor úgy gyönyörködünk benne, amikor egy tavaszi napsütésben kimegyünk, és az apró virágokban, amelyek most elindultak, gyönyörködhet a lelkünk. Szeretnék neked megköszönni minden feltételt, amit biztosítottál az életünkhöz. A tiszta levegőt, hálásak vagyunk azért, hogy télen nem kell fagyoskodnunk, van fűtőanyag, hálásak vagyunk az eledelért, hálásak vagyunk a megújulásért, hálásak vagyunk mindazért, amit ajándékként csak is tőled kaphatunk. Szeretnénk a helyünket is látni ebben a teremtett világban. Szeretnénk ma megvizsgálni, hogy mire teremtettél bennünket. Mert mondtad, hogy a növényeket az állatoknak eledelő, adtál házi állatokat, amelyek bennünket szolgálnak, hálások vagyunk mindazért, amit elénk helyeztél. De bennünket mire alkottál? Velünk mi volt a szándékod? Így kérünk, hogy utat vesz meg nekünk, fiadért Jézus Krisztusért. Ámen. Köszönöm, hogy meghallani énekfüzetünk 21. oldalán található énekét énekelve. Dicsérjétek mind az Istent, az Úr szolgáját. Köszöntök mindenkit szeretettel a mai napon, és ez már
ige hirdetés, amely arra hivatott, hogy arra terelje a figyelmünket, hogy felfedezzük, hogy Isten miért teremtett, formált meg bennünket. És most már ideje, hogy konkrétan újvegybe szedjük, megfogalmazzuk, hogy igen, Isten azért teremtett. Aztán ezért és ezért, ezért. Ez lesz az első igen jellegű ige hirdetés, de mielőtt belefognánk, és megnéznénk, hogy mit üzen Isten a mára, köszöntsük a mellettünk is. Nem tudom, hogy emlékeztek arra, amikor gyermek voltam, elképzelték, hogy a felnőttök mit is lesznek. Tűzoltó, katona, nővér, tanárnő, doktor. Mi valósult meg? Gyermekként olyan bátran tervezünk, álmodunk, van egy elképzelésünk a jövőről. És én az elmúlt vasárnapokon arról beszéltem, hogy a mi legmerészebb álmunk is messze alul marad az Isten tervétől, amit meg ő képzelt el róla. Három bibliai példát adnak meg. Képzelj el egy fiatal embert, aki a pusztában az apja juhait őrzi. 8. gyermekként nem sok öröksége várható. Az első fiú gyermek csak nem mindent elhoz. Hát jó reménységgel majd talál magának egy társat, egy csinálatot, lesz hol megküzni a magát, mert épít egy hajlékot magának, meg majd, ha már az apja nem él, néhány juha is lesz. Ez az ő reménysége. Most gondold el, amikor egyszer csak megjelenik Istennek a profétája, és azt mondja, te leszel Izrael király. És amikor ez elhangzik, akkor még nem látszik, de le fog győzni egy óriás Góliátot. A filiszteusoknak egész tömegét, meg fog szilárdítani egy birodalmat, uralkodó ház származik a nevéből, és még a Messiás és az ő családjára fog megszületni. Volt egy terve, 8. gyermekként, és az Istennek is volt egy terve az életére vonatkozóan. És szolgálat nem olyan régen felétek azzal, hogy Gedeon történetét megvizsgáltuk. Félrehúzódik egy sziklaodóba, a túlélésért küzd, hogy megmaradjon az a kis gabon is legyen mit tenni, és egyszer csak jön egy angyal, és meg azt mondja, hogy te leszel az izraeli seregeknek a vezetője. És jönnek a csodálatosabbnál csodálatosabb győzelmek, és a végén még a királyságot is felajánlják, ő alázattal azt mondja, hogy nem köszönöm. És ott van a harmadik figura is, aki éppen egy sikertelen halászatot követően tisztogatja a halászatot. Hát nincs könnyű munkája. Olyan a vadász, a halász, a madarász, hogy ha foghalat, lővadat, akkor eszik, ha nem, akkor éhen. És egyszer csak megáll a Messiás mellett, és azt mondja, hagyja csodálkozni a hálókat. Innentől kezdve embereket fogsz halászni, a Jeruzsálemi első gyülekezetnek te leszel a vezetője, könyvet írsz a Bibliába, és én erre a hitre, ami benned van, felépítem az egyházat. Figyelj! Álmodunk, tervezünk, remélünk, és Istennek is van egy terve. Ez a 10 igehirdetés arról szól, hogy ismered ezt a tervet, ami fölülmúlja a te saját elképzelésedet. Vajon mi van még, mit tartogat Isten a számomra ebben az életben? Nem tudjuk, hogy hány év van, vannak itt egészen picik, hát ő még 60-80 év alatt, még annyi minden történt, de mit akar Isten az én életemben? Az első dolgot, amit szeretnék megfogalmazni, hogy egy különleges kapcsolatra van teremtve. Ma csak erről szeretnék beszélni, hogy az Istennel való élő és még kapcsolatra. Ezért is olvastam föl a Teremtés könyvéből, hogy Isten azt a világot, amit megalkotott, és minden nap után kimondja, hogy milyen jó és nagyszerű, egyszer csak az első ember várta maga képmására, hasonlatosságára elhelyezi, miután megteremtette, gondjukat viseli. Feladottal látja el őket. Mindenünk megvan, amik
kell az élethez. De a legcsodálatosabb, hogy vele vannak élő kapcsolatban. Jön a bűneset, és ez megy tönkre, ez hiúsul meg, és a bűn, ahogyan a múltkor fogalmaztam, hogy egy céltévesztett állapot, amikor van egy eredeti elképzelés, és nem ez valósul meg. A Heidelbergi Kanti 6. kérdés felelete így hangzik. Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette, azért, hogy az ő teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse és örök üdvösségben vele éljen, őt dicsérje és magasztalja. Kedves testvérek, a reformátorok rádöbbentek arra, hogy elsődlegesen erre vagyunk teremtve, hogy Istennel élő kapcsolatban legyünk, már itt a Földön, és majd az örökké valósággal. Ezt azért hadd hangsúlyozzam ki, mert néhány ember nagyon fog csalódni. Ott áll majd az örök élet kapujában, és akkor reméli azt, hogy majd Istennel fogja tölteni azt. De ha a földi életben nem voltam vele kapcsolatban, nem beszélgettem, nem ismertem, nem hagytam, hogy szeressem, akkor mit remélek majd az örökké valóságban? Ezen érdemes lesz elgondolkozni, hogy már most megismerni. Amikor Isten bennünket megalkotott, akkor azt tervvel, szándékkal tette. Másként nem születhettünk volna meg. Nem tudom, hogy emlékszem még arra az érzésre, amikor először láttad meg a gyermekedet, olyan kis pici 3-3 és fél kilósa lehetett. És mindegy, hogy volt fajó vagy nem, fiú vagy lány, azzal a szülői örömmel veszi az ember kézbe, gyönyörködik benne. Pedig az a gyermek még nem tud semmit mondani, hogy köszönöm, de jó, hogy élek, te vagy az anyukám. Semmit nem mond. Semmit nem bizonyított. Semmit nem tett, se jót, sem rosszat, hanem egyszerűen így szeretett szülőként. Akkor most hadd mondjam el neked, hogy Isten, a mi világba jöttünkkor, ezzel az atyai örömmel tekintett és tekintett. Pakernek van egy nagyon szép gondolata, ami meg is érintett, és hadd olvassam meg veletek, hogy mérhetetlen megkönnyebbülés tudni azt, hogy Isten illúziót nélkül szeret. A legrosszabbat is előre tudja rólam, nem érheti utólagos meglepetést, nem csalódhat bennem úgy, amilyen én magam úgy sokszor csalódom magamban. Áldani akarsz, ettől semmi nem tántoríthatja el. Mégis azt akarja, hogy barátja legyek, és a fiát halálra értem, hogy ez lehetővé válik. Nem tudsz Istennek csalódást okozni. Tehát aki már az elmúlt több ezer évben embereket látott szépen elindulni, aztán hasra esni, az életét kiteljesedni, aztán derékba törni, nem tudsz neki meglepetést okozni. Nem úgy szeret, hogy te valamit tettél, produkáltál, kiérdemeltél, hanem ahogy egy szülő a megszületett gyermekének örvendezik. Olyan szépen mondja az Isten igéje, hogy Isten már akkor megmutatta az irántunk való szeretetét, amikor még bűnösök voltunk. Nem az életed végén, amikor végigfutottál egy küzdelmes életet, akkor mondjuk szeretett meg olyan ügyes volt, hanem Krisztust már akkor elküldte, hogy lásd, hogy ő kész ezt az áldozatot meghozni. Hogyan tudom hát az Istennel való élő és mély kapcsolatot ápolni, mélyíteni? Az első nagyon fontos dolog az, hogy szeressük őt. Amikor a 10 parancsolatot összefoglalja Jézus, akkor azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, elmédből és erődből, ez az első nagy parancsolat. Emlékszem, amikor még óvis voltál, és spenót volt főzelé formájában, ilyen pépes állatokban, zennivaló, és próbáltak így kanállal, vagy ricinus olajjal megetetni, szeressed. Nem.
Nagyon sok ember, amikor hallja azt, hogy szeresd az Urat, akkor vagy vallásos neveltetéséből adódóan, vagy elvárásnak akar megfelelni, megpróbál szeretni, de ez nem az igazi szeretet. Ezért mondja Isten, hogy ez a nép csak a szájával közelít hozzám, de a szíve távol van tőle. Az apostol már ezt fogalmazza meg, hogy mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett bennünket. Tehát, hogyha egyszer megérted, megéled, el tudod fogadni, hogy az Isten téged is szeret, már sokkal könnyebb őt szeretni. Nem parancsra, hanem azért, mert mérhetetlenül nagy szeretetet kaptál tőle. Másik nagyon fontos dolog, hogy a jelenlétében kell élnünk. Nagyon sok embernek az a tévedése, hogy a taposó malomból, amit a hétköznapokban olyan gyönyörű szépen haj, vágyik arra, hogy legalább legyen a hétből egy ilyen csendesebb nap, abból napból legyen legalább egy óra, amilyen Istennek szentelt idő. Gondolom, te is így vagy most itt, hogy hátrahagytad a főnököt, a problémákat, és próbálsz odafigyelni. Elkülönítetted. A szakácskodásból, a házi feladatjavításból, sok mindenből elkülönítetted az időt, hogy itt legyél. Gyakran hirdetünk meg csendes napokat, amikor elmegyünk valahová, elvonulást, és akkor más szemszögből nézünk meg dolgokat. Nagyon érdekes, hogy a reformátorok szintén megfogalmazták már azt is, hogy az egész életünknek az Isten jelenlétében kell telnie. Luther azt mondja, hogy egy tehenészlány, ahogyan a tehenet fején, épp úgy tudja ezt Isten dicsőségére tenni. Tehát nem kell neki egy külön alkalom, amikor vasárnap azt az egy órát odaszállja Istennek, és a 160 helyét másikat pedig nem, hanem az egész életünk lehet Isten tisztelet. Ma lehet hallottad a híradásokban, Mátyás királynak van a születésnapja, és egy érdekes idézetet olvastam pont ma reggel. Azt mondta Mátyás annak idején, az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata. Egymás mellé rakhatjuk a kettőt. A tehenészlányt, aki egy egyszerű munkát végez. Egy királyt, akire egy birodalom van rábízva, hiszen akkor még fénykorát érte kis hazánk. És képzeld el, hogy mind a kettőről azt halljuk, hogy bármit teszünk, az Isten dicsőségére tehetjük. Annak a tudatában, hogy ő láthatatlan tanulja az életünknek. Minden percünknek, minden gondolatunknak, minden történésnek, ami velünk történik. Ha külön választjuk azt az egy órát, amit Istenre szánunk, a többitől, akkor nagyon markánsan meg fog egyszer csak jelenni a vasárnapi kereszténységünk, az ünneplőbe öltözött itt létünk, meg mondjuk a szerda délelőtti kevésbé ünnepényes. Ezért mondják a reformátorok, hogy Isten tisztelet lehet mindaz, amit mi csinálunk. Mikor ennek hadd olvassam fel egy gondolatát, hiszen nem tudtam ettől szebben megfogalmazni, Isten nem csak egy időpontot szeretne a naptáradban. Szeretne részt venni mindegyik tevékenységedben, minden beszélgetésedben, minden problémádban, sőt minden gondolatodban. Folytathatsz vele folyamatos, vég nélküli beszélgetést napközben, megbeszélhetsz vele mindent, amit csinálsz, amire gondolsz abban a pillanatban. A szüntelen imádkozás azt jelenti, hogy beszélgetsz Istennel, miközben vásárolsz, vezetsz, dolgozol, vagy bármelyik napi feladatodat végzel. Széles körű félreértés az, hogy Istennel töltött idő azt jelenti, hogy egyedül vagy Istennel. Természetesen, ahogy Jézus bemutatta, erre is szükségünk van, hogy Istennel egyedül legyél. Ez azonban csak töredéke az ébren töltött időnek. Bármit is teszel, az lehet Istennel töltött idő, ha meghívod, hogy vegyen részt a munkádban, és tudatában vagy az ő jelenlétének. A
harmadik dolog, amivel ápolhatjuk Istennel való szoros kapcsolatunkat, az, hogy imádjuk őt. Hát tudom, ez egy leterhelt fogalom, hiszen imádod a töltött káposztát, imádod az unokádat, imádod, hogy a dallaszi szél végig simítja az arcodat meccés közben, annyi mindent tudunk imádni. De ez több attól. A 22. Zsoltár 4. verse nagyon szépen megfogalmaz a Károly is, meg az új fordítás is egymás mellett hatfangozik el. A Károly fordítás azt mondja, hogy Isten Izrael dicséretei között lakozik. És ugye képzelem azt, hogy ott van több tízezer ember a jeruzsálemi templomnál, a zenei szolgálattevők, a léviták fújják a harsonákat, és amiközben énekelik ebben az ünnepi pillanatban, amikor Istennek a háladó éneket, Isten ott van köztük. A nép találkozik a királyával, az Isten az ő választottaival, és ebben a szent pillanatban tényleg ott van köztük. Szoktuk mi is énekelni, hogy itt van Isten köztünk. Gyere főt imádni. Hódolattal eljárni. Az új fordítás pedig érdekes módon azt mondja, hogy te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Rólad szólnak Izrael dicséretei. Olyan dologra figyeltünk oda lelkipásztorként, hogy az elmúlt, mint egy két mögöttünk lévő évtizedben megjelent olyan fogalom, hogy dicsőítés, dicsőítő zenekar, dicsőítő koncert, és elmozdult a közvélekedés abban az irányba, hogy ezek az alkalmak elérik a fiatalokat, a középkorúakat, a ma emberét, és megjelentek gitár, dob, szintetizátor az Isten tiszteleteken, mint hogy látjátok nálunk is. És azt kell látnunk, hogy a dicsőítés az több ennél. Több mint zene, több mint hangszer, több mint új énekeknek a behozatala, vagy éneklése, vagy az, hogy kézfeltartása valaki részt vesz egy ilyen alkalmat. A gyülekezetünkben is éneklőszékek vannak, ahol egy férfi és egy női hang vezeti az éneklést, és különböző hangszerek kíséretében éneklek. Azt szeretném kérni tőletek, hogy gondoljátok végig, hogy ez a zenei szolgálat, ez nem miatt. Nem is a zenészekért, hogy kielessék azt, hogy szeretnék énekelni, nem elég a fürdőszoba, hanem mások is hallják. Nem is a mi megnyerésünk miatt van, hanem amikor megértjük azt, hogy ez őról a szó. Ez neki szól, hogy tiéd a dicsőség, az imádás. Felemeljük kezeinket, és áldunk téged. Erre bátorítunk is mindenkit, hogy amikor a zenei szolgálat elő gyülekezés ideje alatt, vagy az éneknek, vagy elhangoznak az Isten tiszteletek, ez idő alatt mindig tegyük oda a szívünket, és öntsük ki énekben Isten előtt. Neki szól ez az ének. Róla szól ez az ének. Ez az ő dicsőítése és magasztalása. De ettől több az, amire el vagyunk hívva, történetesen, hogy mindaz, amit teszünk, amit megélünk, az az őt magasztalja. A negyedik fontos dolog, amiről szeretnék szólni, hogy szükséges, hogy bízzunk benne. A Vitókhoz írt levélben olvassuk azt, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Én nagyon szép éneket fogok most megkezdeni, nem ének hangja, csak az előtt szárazom, biztos sokaknak ismerős, Istenre bízom magamat. Magamban nem bízhatom. Ő formát, tudja dolgomat, lelkem ezzel bíztatom. E világ szép formája az ő kezemunkája. Mit félek? Mondom merészen, Istenem és Atyám részem. Öröktől fogva ismerte, hogy mire lesz szükségem.
Életem határát kimérte, szükségem s elégségem. Lelkem, hát ne süllyedezz, a hitben ne csüngedezz. Egy kis bajt nem győznél meg, hogy tántorítaná ez meg. Tudja Isten kívánságot, áld is, mert csak ő adhat, de tölts Uram, te jóságot, tudod, sok elmaradhat. Tudom, gondod reám nagy, mivel édesatyám vagy, mint akarod, hát úgy légyen, másként innen volna szégyen. A valóságos igaz jót az Úr meg nem tagadja, nagy gazdagság rakott volt, nem főjó, ritkán adja. Ki az Isten tanácsát, megszíveli mondását, azt ő lelkével serkenti, konyhát is megédesíti. E világon dicsősége igen hamar elmarad, kit ma gondoskodnak, végre holnap diadalt arad. Csak atyámban bízhatom, ő megsegít, jól tudom, mert az igazaknak atya ő szolgáját el nem hagyja. Eljutottunk oda, hogyha bízol Istenben, akkor rámehet hagyatkozni. Rámehetsz hagyatkozni, és rábízod az életedet. Velem történt meg, egy másik lelkipásztorral utaztunk éppen itt Máté Szalkán, és a Kisfaludi útról fordultunk be ott a szupertrafi alatt a négysávosra, és hát egy vezetéshez szokott lelkipásztor ült az anyósülésen, beszélgettünk, és érdekes módon, ahogyan indexeltem, ő is kinézett jobbra, kinézett balra, és mondom, nem látott tőle. Hát most én vezetek, vagy te? És meg kellett szólítani. Jaj, bocsánat, és akkor hátra jött. Biztos utaztál már te is olyannal, hogy veled együtt nyomta a féket, veled pont a házastársát, hogy amikor nyomod a féket, ő is nyomja, és akkor látod rajta, hogy megkapaszkodik, mert nem bízik benne. És gondold el, amikor az életedet így végig görcsölöd. Pedig ha valóban tudnánk Istenben bízni, akkor én ha levehetnénk a kormányról, hát nem 130-100 autópályán, de az irányítást a kezébe adnék, hogy hadd vigye az életünket úgy tovább, hogy terveszel, ahogy az ő gondolta el. Ugyanilyen nem könnyű feladat? Elmondani a problémádat, megkérni Istent, hogy kérlek segíts. Úgy legyen, ahogy te akarod. Jézus, látod a Gecsemáné kertben, ne az én akaratom, meg legyen, hanem tiéd. Innentől tiéd a kormány. Ehhez viszont az kell, hogy naponta hagyunk el, hogy ő megszólítson. Gondolj csak el, amikor ráll az életed arra, hogy reggel elolvasod az igét, még 6 óra, 10 óra kávét meg nem ittad, még nem érted, hogy miről szól, de 10 óra, amikor már egy konkrét élethelyzetben eszedbe jut, hogy mi volt az az igé, jó, hogy de felszínesen olvastam, pedig hát leírta, hogy mit kéne csinálnom. De jó, mert egész nap szüntelen eszünkbe jutna az ő igéje. Azt mondja Jézus, aki az Istentől van, hallgatja az Istennek a beszédeit, a János 8-ban most olvastuk. És ha már hallgattuk az igét, akkor a 8.31 azt mondja, hogy ti megmaradtok az én beszédemben, bizony az én tanulmányaim vagytok. Ha valaki hallja Jézustól a beszédet, és azt szerint cselekszik, olyan lesz, mint aki a sziklára építette az ő házát. A próbák idején nem múlik össze. Belülem ezt komolyan. Már csak egy gondolatsor maradt hátra, de egy picit ismételjük rá. Arra teremtett Isten bennünket, hogy vele élő kapcsolatot éljük meg. Már itt, a Földön. Miért reméljük, hogy ez majd oda áthelyeződik, az majd kiterjesedik. De itt úgy tudom ápolni, ha olvasom az igéjét. Engedelmeskedek neki. Megbízom benne, imádom őt, őszintén föltárom a kérésének ő előtte. Olyan csodálatos, hogy ez mi jöhet, hogy ez megerősödhet az életemben. Az utolsó gondolatsor pedig hadd szóljon arról, hogy
annyi minden elhangzott. Na jó, van egy mondatban a tiszteletes úgy összefoglalná, és akkor látnánk, hogy mi az igen, mi nem. Mikor élek vele tényleg még igaz, tiszta kapcsolatot meg Istennel, mi az igaz kegyesség, mi nem, így félrelőtnénk és lesepeljünk a feleségeinkből. Hát hadd mondjak egy furcsa dolgot, hogy mindannyian másak vagyunk, és ezt a hétköznapokban is másként éljük meg az Istennek a jelenlétét az életünkben. 9 különböző formáját fogom elmondani, de ettől több van. Hadsorolok néhányat. Van, aki kimegy a természetbe. Lehet, hogy éppen almát metsz a blautakban. Lehet, hogy zemplénben gombát szed. Lehet, hogy csak annyira közelének érzi Isten, aki ezt a világot alkotta. Leül egy fatönkbe, és elkezd imádkozni. És úgy, hogy körülte a madarak csicseregnek, és nincsen az a zaj, amit megszokott, egyszer csak rájön arra, hogy a problémáival oda talál Istenhez, és könnyen között imádkozik. Megint valaki más olvassa az igényre, hogy őt mennyire szeret Isten, és úgy fölbuzdul, hogy akkor nekem is mások felé szolgálnom kell, és elkezd sütni. Elkezd a lepramissziónak korgolni, elmegy csipacsinálóba, és a felételből támogatnak szegényeket. És azt mondja, hogy én úgy érzem, hogy Isten ezt munkálja az életemben. Ha már ez a szolgakirály megmosta a tanítványok lábát, akkor nekem is kell valamit kezdeni a hajléktalan a szálon élő emberekkel. Megint vannak mások, akik jelképek, szimbólumok, hatalmas üzenetéből érti meg, hogy ő az alfa, ő az omega. Egy virágmotívumban, egy évszázadok alatt letisztult formában, gyönyörködve. Lemegy egy paticsfalú, beregi kis templomba, és azt mondja, hogy itt van Isten. És lejön és imádkozik. És neki egy olyan kép, amit itt látsz, mondjuk az úrasztalán, felfestve, rengeteg minden behív a gondolatában. Van, aki a szép Isten tiszteleteket, a liturgiát szereti, püspök úr ilyen egyébként, hát minden alkalmakból találkozunk, így lelkésztestődősen, mindig hoz egy ilyen új liturgiát, és mi csak kapaszkodunk, hogy mi akar ez lenni, hogy éppen most egy új ének, egy új felelgetős imádság, van, aki ebben és van olyan, akik észszel szeretnék tölteni, amit elhangzik. És gondolom, így látlak benneteket néhány arcon, veszem ezt észre, hogy forognak a kis kereket, és rakod össze magadban. Meg szeretnéd érteni az Isten tervét az életedre, nem átérezni a szívedben, hanem megérteni. Olyan is van a gyülekezetünkben, hogy felkerült óra, és 6 óráig egy órát arra szánt, hogy elolvassa János evangéliumában a napigét, elolvassa a Kálvin kommentárt, Steinbach püspöknek a magyarázatát a reflabba, kirakja ezeket a kommentárokat, és abban gyönyörködik, hogy milyen gazdag üzenete van. Megint mások harcnak fogják fel. Hogy Isten őket, mint valami különleges erővel ellátott emberek, harcba küldni, ima csatára, legyőzni, meggyőzni az embereket. És megint vannak mások, akik meg azt érzik, hogy Isten úgy használja őket, hogy eljuttatnak egy holland segélyszállítmányt Magyarország, és ennek megoldják a logisztikáját. Van, akik programokat szerveznek, vannak, akik felépítenek rendszereket, és azt mondják, hogy Isten a rendnek az Isten. Vannak olyanok, akik legszívesebben egy kis zárkába beköltöznének, szerzetesként kenyeret és vizet jönnek az egyszerűség kedvéért, és az Isten ebben a csendben, úgyhogy napokig nem szól semmi, megszólítja őt. És nincs egyedül, hanem ketten vannak, és beszélgetnek.
És megint vannak mások, akik olyan lelkesek, hogy elmennek egy Pintér Béla koncertre, amikor megtelik az aréna, és akkor felemelt kézzel önmagukról elfeledkezve, egyszerűen magasztalják az Istent, és azt mondják, hogy ez egy olyan élmény, egy fél évig előtt kaptam Istentől arra, hogy csak menjek és menjek. Kedves testvérek, melyik ezek közül? Melyik az az egy, amire azt mondjuk, hogy ez így van, az összes többi felejthető? Én azért mondtam el ezt a sokfajta módon megélni kapcsolatot Istennel, hát is lesz. És nincs alkalmam arra, hogy most mindannyiutokat megkérdezem, hogy na mesélj, a jövő héten lesz rá alkalom. 6 helyszínen, házi csoportban és 3 videóban ezen kívül. Elmondhatod egy 8-10 ember jelenlétében, hogy igen, én ezt így élem meg, de ez olyan csodálatos. Eszemmel, szívemmel, énekeimmel, arcaimmal, ajándékaimmal, adottságaimmal, segíteni akarásommal, hogy mit munkál Isten benned. Erről nem lenne jó beszélgetni. Ezt nem lenne jól tudatosítani. Még mélyebb tenni. Erre hívott meg a téged Isten. Te meg vagy. Ez majd jövő. Most pedig tegyük meg, hogy fennállunk, felállunk, és a 38. módon találom, hogy mindenkinek most az elhangzottak függvényében énekeljük, úgyhogy ez az ének pár kedves lehet a számunkra, de most nekik hadd szóljon. Nekik hadd szóljon, róla hadd szóljon, próbáld ezt most még a hódolatodnak, imádatodnak a jelen énekelni, ebben lesznek az ennyi szolgálatok. Édesatyánk, a
szüleinkért, a gyermekeinkért, a házastársunkért, a barátainkért, a szomszédainkért, de egyikőjükkel való kapcsolatunk sem ér fel azzal a kapcsolattal, amire te megteremtettél, és amire ma meghívtál bennünket mindannyiunkat. Köszönjük neked, hogy nem adtad föl. Köszönjük, hogy ma is hívtál, és ma is szóltál, hiszen te nálunknál jobban vársz arra, hogy ez a kapcsolat megerősödjön. Szeretnénk azt kérni, hogy hadd mélyüljön át valóban az igeolvasásunk, az imádkozásunk, a téged magasztaló éneklésünk közben, a próbatételek között is, és a sima hétköznapokban is. Hadd tartson ez az örökké valóságban is örökké. Így szeretném kérni, hogy arra a szeretetre tudjunk szeretettel felelni, amivel te szeretsz bennünket. Áld meg a jövő heti házi csoportokat, beszélgetéseket és találkozásokat. Tudjunk megnyílni egymás előtt ezzel az őszintességgel, kapni és másoknak adni. Így szeretnénk ma imádkozni az imanaptárunk alapján, a nevelőszülői hálózatért, az állami gondozókért, a nevelt gyermekekért, a róluk gondoskodókért. Add a te vezetésedet az óvodal elindításában és minden lépésünk tőled jöjjön. És szeretnénk azt kérni, hogy az áldásaidat ne szakaszd félbe gyülekezetünkön, egyéni életünkön, családunkon. Hiszük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat Jézus nevében. Amen.